Na sziasztok, én Martin vagyok, és ebben a videóban belevágunk egy új szerverbe, méghozzá nem is akármilyen szerverbe, hanem az új magyar S16-ba. Wow! Hát ugyebár elég régóta várjuk már ezt a szervert, S16-ot, ugye S16 magyar szervert, és csináltam egy videót arról, hogy lehetett szavazni, hogy indítsanak-e magyar S16-ot, és az a helyzet, hogy megcsináltuk, tehát megnyertük. Nekünk lett a legtöbb szavazatunk a lengyelekkel, de ennek ellenére három szervert is indítottak, méghozzá csehet is elindították az első kettő helyzeten kívül, szóval három új szerver nyílik, németet azt nem indították el, mert nagyon kevés szavazat érkezett rá. Bár nekik elég szerverük van így is. Na. Kicsit furcsa a hangom. Nem tudom, hogy ezt halljátok-e a videóba. Fájtorkom azért van. De most mindegy, nem számít, ez most mellékes. A lényeg, hogy újra itt van egy új magyar szerver egy év után, sőt már egy év plusz 2-3 hónap, és ez egy kicsit érdekes lesz nekem, mert elég régen kezdtem el új karaktert, mert ugyebár V14-en nem regisztráltam egyáltalán, tehát megnéztem, hogy mi a helyzet ott, V13-on pedig abból csináltam videót is, az is ilyen szerverkezdős volt, de mondtam abban a videóban, hogy lesz V13-os videó, de azóta sincsen. Nem, V13-at azonnal abba hagytam, kb. 20-as voltam és abba hagytam. Nem igazán jönnek be ezek a V-szerverek. Mindenki bunkózik mindenkivel, csak arra törekszik, hogy leverjen minden nemzetet, mindenkit, top 1 legyen. Csak gombászokat keresnek, a gombászokat elcsalogatják tőlünk, tehát az nem igazán. Szóval gondoltam, így S16-on tényleg elkezdek és végig is viszem, mint Derillel, tehát S16-ról már tényleg lehet számítani videókra, megint lesznek kazamatások, portyások, akár még céhes csaták is lehetnek, például egy új sorozatként, amiben az lenne a lényeg, hogy hogyan törünk az élre, vagy ilyesmi. Ja, igen, hát hogyha már erről van szó, akkor most elmondom, hogy céhet is fogok csinálni, amint meg lesz a 10 arany, és most még elkezdődik a szerver, ugyebár, tehát a szinthatár nem lényeges, viszont fejlődni kell, a napi 300 kalandvágyat nem követelem, hiszen én se fogom levinni, de a 100-at azt minimum vigyétek le, és adózni, hát nem kell, mert kell adózni, hiszen 0%-os bónuszokkal fogunk kezdeni, tehát azért minimum 50%-ot el kéne érni. Erre két megoldás van, vagy adóztok, vagy pedig csináltok adókarit, és akkor azzal adjátok be az összes aranyat, a rendes karitokon pedig fejlesztitek magatokat. Ja, valamint csatákra jelentkezni majd kötelező lesz, de ez sem most fog még történni, hiszen előbb a bónuszokra kell törekedni, de most jön a de. Ugye az SF meg kihirdette, hogy lesz ilyen karácsonyi event, ami azt jelenti, hogy a 4 event egyszerre lesz elérhető a játékon belül, valamint még gomba akció is lesz ezek mellett, tehát arany, TP, gomba és epic event is lesz egyszerre, tehát 3 napon keresztül, holnap, tehát szombaton, vasárnap és hétfőn, tehát ott lehet fejlődni 1000-rel, úgyhogy reméljük, hogy meg lesz az 50%-os C-bónusz így
a 3 nap alatt, sőt szerintem biztos, hogy meg lesz, gondoskodni fogom róla. Gondoskodni fogok róla. Na, 1 perc, 22 másodperc maradt hátra. Az a helyzet, hogy nem biztos, hogy most benne leszek a top 100 regisztrálók között, mert új nevet akarok magamnak kitalálni, vagyis hát már kitaláltam, de elég érdekes név lesz. És nem is azért érdekes, mert olyan fura szó vagy ilyesmi, hanem inkább azért, mert fura betűkkel akarom megcsinálni. A lényeg, hogy curse, angol curse lesz a nevem, ami azt jelenti, hogy átok, és ilyen fura betűkkel leírva még jobban néz ki. Szóval, ja, az lesz majd az érdekes, hogy hogy írom a telefonba, de majd átküldöm magamnak a nevet Facebookon, azt bemásolom. Ja, és akkor, hogyha mégis baj lenne ezzel a névvel, csinálni fogok egy másik karaktert, ugyanezzel a névvel, csak rendes betűkkel. És ja, ugyebár a nevet kimásoltam már, az e-mail címet meg gyorsan be kell írnom, de nem is ezért lesz érdekes a top 100-ba bekerülni, hanem most szarakodik a net azért, ettől egy és frissítés, és már lehet is regisztrálni. Na ja, erről beszéltem, kicsit lassú most itt a rendszer, bár ez még nem is biztos, hogy a net mi... Na, ne, izé... Na, ez a név, amiről beszéltem. Mágus leszek. Nagyszerű. Oké, meg vagyunk. Hanyadik hely? 30. 30. Top 30-ként regisztráltunk. Ahhoz képest nem is olyan rossz. Azt kell, hogy mondjam. És még mindig, hoppá, itt már a nagy gombászok már támadnak is 1000-rel. Ugye, azért mondtam, hogy nagy gombászok, mert most elköltik azt a 15 gombájukat, aztán rendelnek 5 milliót. Ez erős tudás volt, de értétek a lényeget. Na, hát akkor, hoppá, 10 ezüstöt kaptam, szóval valaki betámadott és nyertem. Kecske 109, úgy kell neked. Na hát akkor most már látjátok, hogy látjátok a nevemet is, úgyhogy ja. Na, top 9-ek vagyunk, hoppá. Most már 11. Top 9. Be kéne kerülni a top 5-be, bár itt tényleg nyomogassák a gombákat 1000-rel. Ja. Majd céhemet majd megcsinálom, és majd akkor jelentkezek, hogyha meg lehet a C, mert még azt a jelenetet, a céhes jelenetet is még ebbe a videóba meg szeretném csinálni, hogy azért tudjátok, hogy mi a neve például, meg az ilyen apróbb dolgokat érdemes tudni. Tehát akkor most gyűjtök 10 aranyat, és jövök vissza. Ez egy kicsit fura, ugyanis kb. 4 perc telt el szerverkezdés óta, de valakinek már van céhe. Tehát ez így, what? Ezt így nem igazán értem. Tehát, hogy hogyan? 4 perc alatt, amikor egy küldi maximum egy aranyat ad, hogy az Istenbe szereztek 10 aranyat. Ez elég érdekes, de oké. De oké. Itt van amúgy, egyébként megcsináltam gyors a másik karaktert is, ugyanezzel a névvel, csak normális betűkkel, és gyűjtöm a... Most mindent eladok, és gyűjtöm a pénzt az erődre, hogy minél előbb meglegyen. Egyébként látjátok, 2 aranyat sem értem el, de ezeknek már megvan a 10. Ezt így nem értem. Tehát mondjátok meg, hogy ezt hogy csinálják. Már 6 éve játszom, de egyszerűen nem jöttem rá, hogy ilyet hogy csinálnak. Na mindegy. Na, csak ennyit akartam mondani, tehát hogy ez így what.
De most már tényleg akkor jövök, hogyha meg lesz a céhem, és akkor gyorsan bemutatom. És igen, szépen visszaestem. Ez köszönhető egy támadásnak, amit én indítottam, illetve egy majdnem Vodafone nevű gyereknek. Na. Na szóval elkészült a C. Suicide Squad a neve. Ugye öngyilkos osztag. És mielőtt megkérdezitek, még nem láttam a filmet, de már láttam belőle képeket, és hát igen, elég jónak tűnik, majd meg fogom nézni, egyébként már le is van töltve, de egyébként a neve az ilyen tök jól hangzik, még magyarul is, öngyilkos osztag. És ezért lett ez a neve. Egyébként létrehoztam egy szavazást, 3 cégnév közül lehetett választani, és ezt választották a legtöbben, szóval ez is megerősítette azt, hogy ez legyen, úgyhogy ez a név. Már vagyunk is 4 bent, majd csinálok egy C-leírást, meg ilyeneket, és akkor jelentkezhettek a C-be. Nálam ugye Curse, illetve Rocky, hoppá, látom, hogy hívogassa a tagokat, nagyszerű. Na, szóval úgy is jelentkezhettek, hogyha kommentben leírjátok a neveteket. Na de akkor köszöntöm a figyelmet. Még itt a videó végén egy trükköt beszeretnék mutatni. Nem is mutatni fogom, hanem elmondani, mert olyan egyszerű megcsinálni, hogy elég, hogyha halljátok, már tudni fogjátok ti is, hogy hogyan is kell. Ez tényleg egy nagyon jó trükk, egy igazi varázslat. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Melyik színt szeretitek a legjobban, hogy a kéket, akkor mindenféleképpen próbáljátok meg ezt a kis trükköt. A lényeg, hogy... Hoppá, közben kész van ez is. Szóval a lényeg, hogy rá a videó alatt van ugye egy kezecske, ami fölfele mutatja az ujját. Na, hogyha arra rányomtok, akkor figyeljetek, kékké fog változni. De tényleg, esküszöm, ez működik. Kékké fog változni az a kis kezecske, és akkor nézhetitek kéken, kék színbe azt a jelet, úgyhogy tök jó, nem? Próbáljátok meg, és biztos, hogy sikerülni fog. Ez 100%. Hogyha sikerül 10 embernek, akkor megdicsérlek titeket, és jön a következő videó. Na, jól hangzik? Hajrá! Na, sziasztok!